Itt a Sauter út mellett mutatták be a rendőrök híradónknak, hogyan is működik az új trafipax. Kezelésükre kiképezték őket, így az egyenruhásoknak nem okoz gondot a mérő működtetése, sőt sokan azt mondják, könnyebb vele bánni, mint a régi eszközökkel. Megyénkben összesen 7 új sebességmérő kezdte meg a működését a napokban, melynek felvételei a Vas megyei rendőrfőkapitányságra kerülnek. Innen értesítik majd a szabálysértőket. A korszerű gépek egyelőre csak mérnek, de hamarosan más szabálytalanságokat is figyelni fognak. 2015 harmadik negyedévétől különböző funkciókkal bővül a használat köre. Ilyen például a tilos jelzésen való áthaladás, a vasúti átjárón áthaladás ellenőrzése, de akár alkalmas lesz az eszköz a biztonsági öv használatának ellenőrzésére is, szabálytalan sávváltást, leálló sávon haladást az autópályán, tehát ilyen funkciókkal fog bővülni. A trafipaxok működtetésével az a cél, hogy a balesetek száma csökkenjen megyénkben is, épp ezért olyan területeken alkalmazzák majd, ahol a baleset megelőzés érdekében szükség van a korszerű eszközök jelenlétére. Lakottelepen belül, kívül, gyorsforgalmi utazáson bárhol találkozhatnak vele a közlekedők, de fontos szempont, hogy egy baleseti elemző munka előzte meg ezeket a helyszíneknek a felmérését, ahol majd ezeket alkalmazni fogjuk. Mindenképpen szeretném elmondani, hogy jól látható helyen alkalmazzuk az eszközöket, vagy állványról, vagy gépjárműbe üzemeltetve. Az új rendszerek bevezetésével a régi trafipaxok nyugdíjba vonulnak, és csak tartalékként számítanak rájuk.